Kutyákat támadott meg, pusztított el valamilyen állat az elmúlt hetekben, számolt be a hátborzongató esetekről Oravec Zsuzsanna Éva polgármester. És általában a falu szélén, tehát nem bent a falu közepén, hanem a falunak a legszélén, mindegyik a szélén volt, amelyikbe bementek. Tehát nem jöttek be a falu. Tehát ott, ahol közvilágítás van, ott mindenütt a kertek alatt és a falu szélén. Ordításra, kiabáltak, kutyaugatásra lettek figyelmesek a lakók, hát ugye 11:30-12 tájékán, és meg ordiválásra, ordításra. De hát nem mertek közel menni hozzá. És akkor reggelre, tehát egy kis kutyát azt pillanatok alatt széttették, másnap mentek, a nagyobb kutyát is széttették meg. Állatorvos meg is nézte, hát már nem tudta rajta segíteni. Lakosok jelezték, hogy főleg a kisfalu szélén valamilyen ragadozó végzett a kikötött kutyákkal. Többnek a tetemét széttépte az ismeretlen állat, de az is előfordult, hogy az ebet félig el is fogyasztotta. Azóta kiderült, macskát is ölt már a titokzatos támadó. Arról is beszélt, hogy mikor kiment, hallott valamiféle hiénaszerű hangot, ezért gyanakodott aranysakálok támadására, amit az állatorvos is valószínűsített, bár teljes biztonsággal nem lehet kijelenteni, hogy tényleg sakálok garázdálkodtak. A szakember is aranysakára gyanakszik. Olyan csapdát rakunk ki, ami élvefogó csapda, de kikerüli. Tehát nagyon okos állat. A nyomát megtaláltuk, mert az egész jellegzetes nyom, tehát nem olyan, mint a kutyái, csak hasonló. Úgyhogy járja a falut, mert itt az egyik utca belénk küldte nekem a képet tegnap, hogy megvan a nyoma. Ugye meg volt fagyva a nyom, úgyhogy jó kivehető volt, hogy ez. Juhász Zsolt okleveles vadgazda mérnök szerint az elmondottak alapján feltételezhető, hogy valóban aranysakálok állhatnak a támadások mögött.